Nem csalódhattak, akik a köfélművelődési házat választották péntek esti kikapcsolódásul. Miller Zoltán 50, ami én vagyok címmel, egy fantasztikus jubileumi élőzenei koncerttel várta a közönséget a köfélművelődési házban, 3 évtizedes pályafutásának emlékezetes pillanatait dalokba csomagolva, sőt mi több, hozzátéve élete első 50 évének élményeit és emlékeit. Igen, hát mi is nagyon-nagyon várjuk ezt az első találkozást, úgyhogy ez mindig egy csodálatos pillanat, ezt úgy meg se lehet fogalmazni, tehát igazából sajnos ezt tényleg azt tudja, aki ebbe benne van, hogy ilyenkor mi jár az embernek a fejében, a lelkében és mindenében. Természetesen ugyanígy vannak ezzel a nézők is, hiszen ők valamilyen elképzeléssel, valamilyen elvárással érkeznek, és aztán csak remélem, hogy ez a két dolog ez nagyon szépen szimbiózisban fog találkozni. Az országjáró koncertsorozaton így természetesen Fehérváron is itt volt társa és lelke jobbik fele Vágó Bernadett is, aki az ünnepeken és a hétköznapokon is részese Miller Zoltán életének. Mit kívánhatnék a férjemnek? Hatalmas nagy sikert a ma estére is, és az elkövetkezendő koncertekre is, és ő ilyen tiszta szívvel él, mindig jót tesz és jót kíván, és azt gondolom, hogy beérett a gyümölcse, mert őt szerintem mindenki szereti a szakmán innen és a szakmán túl. A fergeteges esten felcsendültek az egykori Emberek slágerei és a musical világslágerek mellett, a Csináljuk a fesztivált örökzöld dalai, mindaz, ami az elmúlt időszakban a mában és a jövőben is országszerte stílusikonná tette és teszi a népszerű házaspárt.